Gyere, barátom. Gyere. Lápoz. Gyere, gyere, gyere. Okos vagy. Lápoz. Gyere, gyere. Ill, ill. Ez a Weimári Vizsla már második alkalommal van nálunk a kutya közébe. Ugye a tulajdonosa mondta, hogy hát elég rendetlen a kutya, mondjuk így. Gyere, lápoz, gyere. Alapjából véve a pórázon vezetés sem tudta a kutya, tehát nem lehetett pórázon vezetni. Gyere! Lábhoz! Lábhoz! Nem ott fordulunk, itt, 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 okos vagy. És a második alkalommal már kezdi megérteni, hogy a pórázon információk jönnek, és hogy a láphoz vezény szó, menj már innen, Hedda! És a láphoz vezény szó, elejtetted, hossan ha hagyjad, majd megeszik a cápák, gyere! Okos vagy. Kezdi megérteni, hogy mit szeretnék tőle, lábhoz. Az elején olyan volt, mint egy musztáng, akit először fognak meg lasszóval. Lábhoz. Ugrál, dobálta magát. Lábhoz. Húzott. Nem nagyon akarta elviselni ezt a pórázon vezetés Származó procedúrát, illetve korlátot. De most már kezdi egészen jól. Hedda, menj már innen el. Lábhoz. Ezek a kutyák, amikor látnak már valamilyen gyere láphoz leeső falatokat remélnek, akkor rögtön trólkodáson is jönnek, zavarnak a munkába. Már alapjában véve nem olyan nagy rettenetes ez, mert a kutyát is fekszik zavarják. És hát az lenne a lényeg, hogy a zavaró körülmények között is ül, azért valamennyire figyeljen a kutya és végrehajtsa a feladatokat. Láphoz! Gyere láphoz, itt a kaja, gyere, gyere, gyere! Okos vagy, szuper! Nagyon ügyes vagy. Lához. ahhoz képest amilyen volt, ahhoz képest egész alakul. Azért egy vejmári vizslától azért elvárható az, hogy gyorsan fejlődjön, és fölvegye a ritmust, lábhoz. Elejtetted megint, aki ügyetlen, nem eszik, lábhoz ül. Azért még kicsit szeleburdi, de egy fiatal kutyáról van szó. Falkába jó beéleszkedett, jó kis falka társ lett, azzal nem volt problémánk a szocializációjával, ellenben az engedelmes gyakorlatokat, azokat. Hát sokat kell vele gyakorolni, hogy, hogy alakuljon és egy engedelmes, fegyelmezett kutya váljon belőle.